Sziasztok, srácok! Bontsunk egy újabb paklit. Igazából bevallom, nem terveztem, de hát úgy döntöttem mégis. Elmondom miért. Egyrészt azért, mert megnéztem, és nem lenne hosszú, és volt egy valaki, aki szerette volna. Ő érte, most kibontjuk. Elviszt. Illetve van egy dolog, amit ö, olvastam egy bűvészkönyvben, és azt meg ki akarom próbálni, tehát ö, lehet, hogy vicces lesz ennek a videónak a vége. Egy ilyen, hát nem trükről van szó, hát inkább ilyen, ilyen, ilyen fogás, flöris, vagy nem is tudom, minek nevezhetnénk valami ügyességi dologról, de erről majd később. tüzetesebben is megnéztem ezt az Elvis paklit, és ö, az egy dolog, hogy piatnik, tehát piatnik, viszont ö, Hát ezt most ne vegyétek figyelembe, ezt ne vegyétek figyelembe, meg esse, esse. Ö, ennek volt ugye a kék változata is, ez a piros, de mivel teljesen ugyanaz a kettő, tök, ugyanaz, ezért felesleges kinyitni. Ami feltűnt nekem, ezt most így letakarom így itt sokkal szebb. Ami feltűnt nekem, nézzétek, hogy ez uh, official product, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is uh, engedélyezett Elvis kártyáról van szó. Ugye ki is van írva, hogy uh, the official playing card featuring the king of rock. Tehát ez a hivatalos játékkártya, ami, ami, ami a ami a kártyáin ugye a, a, rock királya, tehát Elvis látható. És uh, ezt még az is bizonyítja, egyrészt van egy licenszt nekünk, Uh, ez az Elvis Presley Enterprises ENC Incorporation, és a másik pedig ez a, ez a jó kis hologram. Tehát hologramozott a kártya, nézzétek, nem tudom mennyire lehet látni, egy ilyen Elvis hologram. Próbálom. Hmm, signature, signature, signature Product, ha jól látom, és az ott Elvis akarna lenni. Ja, nagyon poén. Na, gyors doboz, igazából Elvis az elején piatnik a tetején, 1161-es number, az alján a szokásos, trademarkok, stb. 97-es a csomag ezek szerint. Elvileg, hát vagy ki tudja. Ö, itt van egy kis leírás. Itt van hogy a fotográfiákat, tehát hogy a, a fényképeknek ki a jogtulajdonosa, stb. Itt a túloldalán Unique Collector's Deck, tehát ez egy, unikum, ez egy, ez egy unikum, kifejezetten gyűjtőknek, és akkor itt a hátoldalán egy kép. Na, a dolog érdekesség a következő, ki is bontom gyorsan. Ide rakjuk, rakjuk ide, elviszott figyelmünket A dolog érdekessége, hogy kaptunk egy ilyen kis leírást, ez elvisz életéről. Tulajdonképpen így, aki akarja, az leállíthatja magának, és mert én ezt most nem fogom felolvasni. Így ezt is. Aki elviszről többet akarna tudni, még itt van egy oldal. És a dolog érdekessége, minket ez fog érdekelni, ugyanis kártyákon itt van, hogy hogy melyik kép honnan származik. És láthatjátok, a lista nem olyan hosszú, mint az egyiptomi csomagnál volt, ezért is mondtam, hogy rövidebb lesz a videó, mivel itt a kártyánál tulajdonképpen a számos lapokat nem ö, ábrázolja, tehát nincsen külön ö, kép rajta. Viszont amik lesznek, azokat megnézzük most gyorsan, és én el is mondom, hogy honnan vannak ezek. Minden esetre a hátlap ilyen, ami a doboz hátoldalán van. Igazából a piros és a kék csomag csak ebben különbözik, mert a kék csomagnak, most ezt osztom, annak ez van a hátoldalán. Tehát ennyiben különbözik a dolog. Itt, itt is, itt van a dolog. A kis hologram. Tehát ez, ez a különbség, Hát ennyit a piatnik legyezőről, igen, tehát ezt most hanyagoljuk. Na, gyorsan akkor menjünk végig rajta jó srácok. Ö, a Joker az Joker. Ez a tipikus piatnik Joker, itt nem raktak rá semmilyen elviszes dolgot, ami meglepő. Ö, igen, azért valamit rakhattak volna, de hát ez most ilyen. Ó, oh, itt a másik Joker. Ó, oh, akkor akkor úgy tervezték, mert ugye három Joker szokott lenni a piatniknál, hogy egyet azért hagyjunk meg már piatnikosan, csak azért is, és akkor kettőre rakunk. Na, nézzük akkor a Jokereket. Mind a kettő Joker a kis puskám szerint 57-ből, 1957-ből származik, és tulajdonképpen... Ö Kutyákkal van ábrázolva, Hound Dog, Hound Dog, tehát a, azt gondolom a saját kutyája. Az egyik az, az azt gondolom, a, hát ő az élő. Ez olyan, mint a Kalambóból a kutya, nem? Az a nagy lógófülű, földszintes, meg sem mozdulok kutya. Ez nagyon jó pofa. Nézzétek, milyen lila árnyalata van a képnek. Ja, nem tudom, hogy ez direkt vagy nem. Ez egy nőstény kutya. <laughs> És a másik Jokeren. Hát itt viszont ö, énekel egy. Ez egy papírmasék kutya? Nem tudom. minden Mindenesetre ez is 57-ből származik. Na, Pikászom, 56-ból egy koncert. 56-ból egy koncert, azért van itt arc kifejezés, Tehát elvisz azért átélte a zenét. És olyan nézétek, ott a, a homlokánál ott az egy ilyen kis kozsó dolog. viceget, Kozsó innen lopta biztos dolgot. Ja, milyen jó cipője van. Lakcipő fehér zoknival. Na mindegy, ez egy 56-os koncertfelvétel. Na hát ezeket, ez minek a felvétele? Vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez. Semminek. Jó. Ja. Azt mondja a Bubin, 59, 1959 Németország. Presley, US Army. Igen. Katonai egyenruhában gitározik. Milyen királyú néz ki ez a fekete gitár. Nagyon bejön. Ezzel a fejjel különben egy ilyen mai, mai tini horror filmbe is szerepelhetne. Tök jó. Azt mondja, a táma, na ez már egy 70-es évekbeli Las vegas koncert. Hát igen, a zenészeket azért megizzasztja. Az látszik. Azért durva lehetett egy ilyen Elvis koncert. Mi tagadás. A királyon, na már egy színes képről van itt szó, 68 van egy TV special, tehát egy TV műsorban szerepelt, ebben az igen ö, esztétikus ö, autószerelő műhely jackiben. Mint hogyha, hát, igen. Milyen jó kis ez a, ez a kar karkötő, vagy nem tudom mi az, ilyen szadomazó eszköz. Király. Na, jöhet a körász. Körászon 68-as TV special szintén. 68-ban, egy TV műsorba. Hát, uh, igen. Tararara, tararán, tem -tem. Jó. Bocsánat, itt dobálom le a lapokat az asztalra, Jeti biztos hallja. Na, a kör tulajdonképpen 58-ban uh, a King Creole című uh, mozifilmhez lett uh, tehát ez akkor vették fel a, a, dalt, tehát recording song, tehát a dalt vették föl a King Creole című filmhez. De valami őszintén nem tudom, melyik filmről van szó, de ez akkor készült. A dámám, ez egy 70-es Las vegas koncert. Hát igen, Las Vegas, fény és csillogás, oda kellett az ilyen ruci. Ezek meg mint hogyha ilyen függön zsinórok lennének. <laughs> és ugyancsak 70-ből egy Las koncert. Hát igen, Elvis volt a Las koncertekkel, eszköz tudott. Hasselhoff stílust felvette, igen, és nyomta, nyomta az ipart. Treff na megint csak egy, egy um, beleéléssel, egy 68-as TV specialbe ismételten. 68-as TV műsorba. Hát igen, jó, köszönjük. Most nem dobtam le. Ó, ez nem a felvétel ilyen, a kép ilyen. Tehát lehetséges, hogy egy ilyen apácarácson keresztül sütött rá a nap. De minden esetre mondom, hogy a Bubin ez is egy 68-as TV special. Úgy látszik, vagy, vagy csak 68 be egyszer szerepelt a tv és onnan vágta ki minden képet, vagy pedig ez annyira jól sikerült, hogy, vagy, vagy ebből maradt fenn egyedül a felvétel. Oh, oh, I Feeling. Du, du -du Igen, ez Las Vegasban 56. Ez 56-os kép, Las Vegas. Hawaii Feeling. Hawaii Ingel. Tök jó az az ing. És a kis mini Hawaii gitárral, aminek nem tudom a nevét, pedig biztos, hogy van neki neve. A királyon, a Treff királyon pedig 70, 70-es évekből egy Las vegas koncert. Egy Las vegas koncert, igen. Ekkor már forogtak a Kalambó filmek különben, és uh, szerepelhetett volna egy Kalambó filmben is. Erről most tudjátok, melyik rész jutott eszembe? Amikor a Johnny cash aki, 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 benne van a Kalambó filmekben, azt tudja, miről beszélek, mert a Johnny Cash az eljátszott egyszer egy rossz fiút, Kalambóba. Ő is eljátszhatott volna valamit. Na, a Káro Ászon, ez 56-ban egy, ö, egy Ed Sullivan showban szerepelt. Ez ott egy nagy bőgő, ott hátul, jól látom. Ez, ez a, az, ez a, neve, nem? Nagy bőgő, ugye? Majd kiavítatok, hogyha nem. Jó, köszönjük. Káro Bubin, egy 56-os Las vegas kép. Milyen szeme van, nézzétek meg. Amúgy nem látszik annyira a szeme, de olyan, mint hogyha olyan fura, ilyen ufós szeme lenne. A dámán egy Elvis és rajongói, Elvis és rajongói, 57 Hawaii. Ez a rajongó mit érezhetett? Ugye szinte, nézzétek, hozzáért az arca. Ő nem mosott pofit minimum tíz éven keresztül. De lehet, hogy izé, soha többet. Igen. És nézzétek, hogy rácsimpaszkodik. Hát igen. Hawaii. Hawaii 57. Na és utolsó lap. Utolsó lap a Káro királyon pedig egy 72-es ábrázolás, egy 72-es kép, Ö, nincsen helyszín, csak annyi, hogy turnén. Tehát, hogy turné alatt történt, hát igazából ebből nem derül ki, hogy hol, de minden esetre turnén ebben a igen extrém öltözetben, ez a tipikus elviszes öltözet, és valamelyik slágerét ordítja éppen a közönség arcába, akik meg feltehetően ennek irtózatosan örültek. Na, srácok, ez volt így az Elvis pakli. Tudtam, hogy gyors lesz viszonylag, mert hát nem voltak ugye, hát nem voltak képek mindenen, csak ezeken, de remélem így is tetszett. Minden esetre térjünk rá arra a dologra, amiről olvastam. Akár hiszitek, akár nem, egy olyan dolgot olvastam egy, egy bűvész hát füzet vagy könyv, vagy nem is tudom miben, hogy meg lehet állítólag azt csinálni, hogyha az ujjadra ráraksz így egy kártyalapot, és arra ráraksz egy kisebb pénzérmét. A kártyalapot ki lehet úgy pöckölni, tehát meg lehet úgy pöckölni, hogy a pénzérme itt maradjon az újadon. ho oh. Na hát, ö, sose próbáltam még, bevallom őszintén. Soha nem próbáltam. Hoztam magammal ö, érméket. Ide rakom a doboz csak azért, hogy hogy ne az asztal, mert a Yeti ezt, ezt hallaná, és ez biztos az idegbe kergetne benneteket. Amúgy is biztos az idegbe fog kergetni. Engem is ez a dolog, mert biztos, hogy nem fog elsőre sikerülni. Minden esetre azt mondja a fáma, hogy újat ki, mert elvileg egy érme így meg tud maradni az újon. Igen, így megmarad egy ujjon az érme. Na most hoztam 5 forintost, 100 forintost, meg egy meg egy, hát egy euróst. Ez nem tudom, ez méretben ugyanakkora, de súlyra nem teljesen. Meglátjuk, hogy melyikkel lesz. jó, de az 5 forintossal kezdjük, jó? Várja, elviszít fog drukkolni oldalt. Ez az ordítsad, hogy sikerüljön. Tehát a dolog lényege az, hogy megfogjuk így az ujjunkat, vagy hát azt nem kell megfogni, az mindig nálunk van, az így rajtunk van. Rárakjuk a kártyalapot, bepozícionáljuk, így, hogy így szépen egyenesen álljon. És akkor így ez itt, ez itt libeg. Rárakjuk az 5 forintost, így. Már érzem, hogy ez, ez, ez nagyon necces lesz. Ez nagyon necces lesz. És ha elvileg jól megpöcköljük, akkor két dolog fog történni. Az egyik az, hogy a kártya úgy el fog oda repülni, mint a franc, és jól megcsap valamit, ti pedig megőrültök majd a hangjától. Hát a másik az, hogy valószínűleg az 5 forintos vele együtt fog repülni, szerintem legalábbis, de próbáljuk ki. Azt nem írta az, ez a leírás, csak ennyit írt, hogy ezt meg lehet csinálni. Na nézzük. Hát ez rajta jó volt, igen, na jó. Még egyszer. Ezt úgy is majd úgy fogjátok látni ezt a videót, szerintem, hogy így vagdosom így a próbálkozásokat. Jól kitoltam magammal, mert lesz vágás a videóban rengeteg. Meg ráadásul egy kicsit az ujjam, várjátok, megtörlöm egy kicsit. Így a pólóban. Izzad az ujjam, és szerintem ennek így halvány esélye sincsen, hogy ez így sikerüljön, de megpróbáljuk. Azt a rohadt! azt a rohadt. Wow! Elsőre. Na jó, ez, ez, véletlen volt. Ez még egyszer. Ez megy százassal is? Próbáljuk már ki százassal. Ho -ho. Ez nagyon tetszik, srácok. Na nézzük még egyszer. Tehát. Ezt próbáljátok ki. Rohat jó érzés volt, ahogy úgy elrepült az a cucc. És... Százas meg ott, vagy az 5 forintos ott maradt. Százas nehezebb. Tehát a dolog lényege. Megpró megpróbálom visszaadni, tehát megpróbálom elmondani, hogy mi történik, jó? Tehát rárakjuk, ne legyen izzadt az ujjunk. Most nem töröltem meg, de az, az jó, ha nem izzadt. Bár a tudja. A lényeg az szerintem, hogy a kártyát hirtelen meg kell pöckölni, tehát erőteljesen így körömmel, hogy tényleg gyú. Na most elsőre sikerült, most fogok égni, figyeljetek. Mondtam, 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 mondtam. Elnézést a hangér elnézést a hangért. Állj, megtörlöm az ujjamat, ha már így van. Jó. Bepozicionáljuk, és ki kell lőnünk. El kell találnunk jól. Átjárt, ez most nem ment. Ez most nem ment. Azért nem ment, mert szerintem nehéz az érme. Szerintem nehéz az érme. Aha, aha, kicsit nehéz az érme. Próbáljuk vissza az ötösse? Mondtam, király! Nagyon jó. Na, srácok. Ez állat. Ez jó, ez tetszik. Ez tetszik. 5 forintos. 5 forintossal próbálkozzatok, srácok. Akkor menni fog. Hogyha ha nektek is megy ez a dolog, akkor euh, írjátok meg kommentben, hogy ha akarjátok, akkor küldjétek el a videót varázspercekukacgmail.com, vagy amit akartok, nyugodtan. Amúgy még él az a e-mail cím. Esetleg, hogyha újak nem tudjátok, a varázspercekukacgmail.com e-mail címre, lehet küldeni videókat, kérdéseket, és egy, hogyha összegyűlik egy pár, akkor szoktam belőle csinálni, mondjuk már most összegyűlt, tehát lehet, hogy most hamarosan várható, szoktam csinálni ilyen tikültétek videókat, amiben megpróbálok segíteni, tanácsot adni, vagy pedig, hát igen, tulajdonképpen ezt segíteni, meg tanácsot adni. Na, remélem, ez, ez tetszett, ez a, ez a, hát a pakli, pakli, mutogatás is, meg ez az aranyos kis játék ezzel az 5 forintossal. 5 forintosat csináljátok, váltok ezt elrakom innen, hogy ne zavarjon benneteket. Így, ide rakjuk így, tehát 5 forintosan meg tudjátok csinálni ezt a kis trükköt, hogyha sikerült, akkor azt, azt jelezétek, vagy egy lájkkal, like vagy lájkkal like és kommentben írjátok meg. Ha nem akartok lemaradni többi videóról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és akkor legközelebb találkozunk. Addig is legyetek jók, srácok! Sziasztok!